Az atyának egy fiát, kit öröktül nemzett, éjfél után elfogák igaz Isten embert. Messze futnak társai, elszakadva tőle, ellenségeik telen, csúfot űz belőle. Pilátushoz elvivék, őt hatóra tájban, s hamis tanúk vádolák, mind gonoszt szavában. Megkötözvén két szemét, csapdossák orcáját, rótul összeköpdösik szemének világát. Hogy kilenc volt lármalőn, csak feszíst felütett, s a gonosz nép ráveres gúnyruhát terített. Tövisekből koronát tettek szent fejére, keresztet visz vállain büntetés helyére. Volt 12 óra már, hogy keresztre vonták, s két lator közt keresztfán fel is állították. Kínok miatt szomjazik, s ő kepét adának, annak, aki elvevi bűnét a világnak. Halálra ment délután, 3 óra tájban, fogadd atyám lelkemet, mondta végszavában. Pogány vitéz oldalát, tőre látjuk aztá, rengett a föld és a nap, fényét elfogyasztá. A keresztről levevék, még aznap dél estén, életadó szent testét, sziklasírba rejtvén. Nézd, ó bűnös, így hal ő, kiben élet támad, sír fölött testőrje meg, szíved a bűnbánat.